Sziasztok, Luca vagyok, és ahogy tavaly is megcsináltam a 2018-as kedvences szinkron szerepeimet, úgy döntöttem, hogy idén is megcsinálom, mert most így újra néztem, és rájöttem, hogy tök jó így visszaemlékezni arra, hogy mik voltak abban az évben, és ebben az évben egy csomó minden volt, amik izgalmasak voltak, amik kihívást jelentettek. Ebben az évben egy csomó HBO-gós és Netflixes tartalmat szinkronizáltunk, mert most egy csomó sorozatot, filmet így leszinkronizáltata a Netflix és az HBO, úgyhogy bejöttek ilyen sorozatok, mint a 13-okon volt, az Időbevándorlók, az Évek alatt, meg majd még mesélek mindjárt. A két legfontosabb szerepem tavaly az a League of Legendsben egy új hős, Neeko volt, a másik pedig egy Csehov Sirály adaptáció, Saoirse Ronannel, aminek baromira örültem, mert imádtam a drámát, meg már játszottam Saoirse-t egy másik filmben is, a Violet és Daisy-ben. Na és ezért a tavalyi videó alatt volt egy olyan komment, hogy a Kisasszonyok című film az jönni fog majd 2019-ben, amiben pedig nem csak Saoirse, hanem Emma Watson is játszik, és ugye mind a kettejüknek voltam már hangja, és bár végigcsináltam a Harry Potter sorozatot, meg még egy csomó filmet, amiben benne volt Emma, de azért már megesett, hogy nem én voltam a hangja, úgyhogy akár a Kisasszonyoknál is megeshetett volna, hogy nem Emmára hívnak ki, hanem mondjuk Saoirse Ronanra, és ez szerintem egy csomó embernek egy kicsit fura lett volna, vagy akár ez is megtörténhetett volna, hogy egyiküket sem én kapom meg, és egész évben nagyon vártam, hogy na vajon kihívnak el? Mert hát ugye van, amikor a szinkronrendező választja ki a hangokat, legtöbbször van, amikor a megrendelő adja meg, hogy kit szeretnének hallani a adott szerepben. Azt tudtam, hogy 2019 vége fele fog megjelenni a film, azt hiszem, hogy ilyen októberről vagy novemberről volt szó eleinte, és aztán teltek, múltak a hónapok, és csak nem hívott senki, mert tényleg kezdtem lemondani róla, amikor kihívtak a trélerre, aminek baromira örültem. Úgyhogy elmentem, megcsináltuk, hálálkodtam a szinkronrendezőnek, hogy tényleg köszönöm szépen, hogy megcsinálhatom Emmát, és aztán mondta, hogy még nem biztos, hogy az a stúdió és az a stáb fogja megcsinálni a filmet is, úgyhogy ő csak azt tudja megígérni, hogy én leszek a hangja, hogyha náluk történik a forgatás is, mármint magának a filmnek a forgatása, és aztán végül is még eltelt egy hónap, két hónap. Azt hiszem, hogy már november volt, és akkor rájöttem, hogy hát lehet, hogy mégsem ez a stáb kapta meg a szinkront, úgyhogy lehet, hogy megint csak le kell mondanom erről a szereplőről, de aztán egy teljesen másik stúdió, egy teljesen másik stábja mégiscsak kihívott Emmára, úgyhogy végül is megkaptam a szerepet, de szóval mondhatjuk, hogy egész évben azon izgultam, hogy ez az enyém lesz-e, és tényleg fantasztikusan örülök neki, hogy sikerült. A film egyébként hatalmas kihívás volt, mert ők ugye nővérek, és folyamatosan csacsognak, és egymásra beszélnek, és a listában, ahol a szöveget látjuk, ott ugye minden szereplő megszólalása egy-egy sor. Szóval, hogyha hatan beszélnek egymásra egy jelenetben, akkor ugye mindenkinek, hogyha mond egy szót, aztán még egy szót, aztán még egy szót, egy ilyen 5 másodpercen belül, akkor az egy ilyen kétoldalas listát eredményez, és eltelik 3 másodperc a képernyőn, és már azt sem tudom, hogy hol tartunk. Úgyhogy nagyon nehéz volt, szinte végig egymásra beszéltek, úgyhogy emiatt kihívás volt, de tényleg iszonyú boldog voltam, hogy ezt megkaptam. Aztán, hogyha lehet ilyen fontossági sorrendet felállítani, vagy talán ami számotokra még izgalmasabb lehet, az az, hogy egy szép tavaszi napon behívtak egy castingra, és a szöveg tetején azt láttam, hogy 13 Reasons Why, vagyis a 13 okon voltra castingoltak, mint Jessica. Amikor megláttam a szöveget, akkor már is így elkezdett dobogni a szívem, mert tudtam, hogy úristen, ezt én nagyon-nagyon-nagyon szeretném. És ahogy kiléptem a stúdióból, Insta-storyba felraktam, hogy drukkoljatok, akkor még nem árultam el, hogy melyik szerepre castingoltak, de úristen, nagyon-nagyon-nagyon imádkoztam, hogy megkapjam. És szerencsére sikerült, és egyébként még az a poén benne, hogy Hannah, aki pedig a főszereplő, aki nem ismerné, ő pedig Laudon Andi, úgyhogy ez jelent, hogy ilyen youtuber kollab szinkron lett. De egyébként ennek a forgatásán sem találkoztunk egymással, tehát mostanában azért nagyrészt úgy zajlanak a szinkronok, hogy bemegyünk egyedül, és egyedül felmondjuk azokat a részeket, amikben benne vagyunk. Az ilyen tömeges jeleneteket szokták, mármint hogy maga a tömeg, aki egy ilyen 5-6 stabil emberből áll, ők csinálják meg a tömeg jeleneteket, ahol mondjuk így zajongani kell, meg ilyen egy-egy megszólalás. Na, ők vannak egyszerre bent a stúdióban, de így a különálló szereplők mindig csak egyedül bemennek, és egyedül felmondják a saját részeiket, úgyhogy a 13 okomnál is ez volt. Ez a szerep egyébként nem csak azért volt emlékezetes, sőt, igazából főleg nem azért, mert a 13 okom volt egy ilyen nagy szám, mert hát az, de azért is, mert Jessica egy olyan szereplő, akit nekem nagyon könnyű játszani, és nagyon élvezetes játszani, mert ilyen szenvedélyes, és van egy nagyon mély érzésű, melankolikus oldala, és ezt én így néha szoktam viccből mondani, de én így meg szoktam örülni annak, hogyha a szereplőmet éri valami rossz, mert akkor lehet ilyen finoman és mélyérzésűen és olyan lelkisen játszani, az nagyon közel áll hozzám, úgyhogy ezt imádtam Jessicában, meg azt is, hogy utána tényleg már így a harmadik évadra egy ilyen nagyon harcias jellem lesz belőle, és így küzd az igazságért, meg minden, úgyhogy ezt nagyon-nagyon-nagyon szerettem, meg hát iszonyú szép. Szóval ez a csaj, néha így bementem ilyen kócosan, ilyen táskás szemmel a stúdióba, és akkor megláttam Jessicát, mondom ilyen, hát ez ilyen Makó Jeruzsálemtől, na mindegy, szóval ez is egy olyan szerep volt, amit nagyon szerettem csinálni. Egyébként nem tudom, hogy felrakták-e már Netflixre, Andi például tavaly nyáron már csinált erről egy videót, és hónapokig nem került fel egyik évad sem, aztán azt hiszem, hogy feltették a harmadik évadot, és most meg kint van a második és a harmadik szinkronnal, de az első talán még mindig nem. Nem tudom, nekem most nincs Netflixem, de majd, ha felteszik, akkor szeretném azért újra nézni. Azt tudom, hogy nagyon sokat beteg voltam. Tavaly tényleg iszonyatosan sokat voltam beteg. Csináltunk egy szappanoperát tavasszal, amiben szerintem egy ilyen 50 részen keresztül volt orrhangom. A 13 okon voltban is, a harmadik évadban azt hiszem, abban voltam nagyon beteg. Ilyenkor meg kell próbálnunk úgy artikulálni, valahogy így kiartikulálni a, nem tudom, az ilyen megduzzadt arcüreget, meg máshogy intonálni egy kicsit, de van az a pont a betegségekben, amikor baromi nehéz, és ilyenkor annyira frusztrál lesz, hogy úristen, ez egy nagyon jó szerep, és nagyon szeretném jól megcsinálni. Például az Időbevándorlókban voltam az egyik szereplőcsaj, és az utolsó rész, utolsó jelenete az enyém volt, ami mindig egy ilyen speciális és nagyon különleges dolog, és abban olyan orrhangom volt, hogy basszus, így visszanéztem, és hát mondom, ilyenkor nem tud mit csinálni az ember. Egyébként meg egy ilyen köhögő roham közepén vettük föl, de ez van, néha azért meggyógyultam az évben, úgyhogy volt még egy pár szerep, amit egészségesen sikerült megcsinálnom. Például ez egy ilyen HBO Go-s minisorozat volt, 4 részes, az volt a címe, hogy Isten bárányai, amiben Karla nővér voltam, és arról szólt, hogy 2 apáca, felnőtt apáca, egy öregebb, meg egy fiatalabb, és én, aki egy, hát szinte egy ilyen, azt hiszem, hogy 10 éves kislány voltam, így éltünk egy szigeten, mindentől elzárva, és aztán egyszer csak ide tévedett egy férfi erre a szigetre, és az én szereplőm férfit, mint olyan, még sosem látott. És ebből, meg abból, hogy ez egy ilyen apáca rend volt, nagyon érdekes szituációk alakultak ki, és nagyon élveztem, hogy én ebben egy ilyen teljesen ártatlan kislány voltam, akiben utána felélettek ezek a szexuális vágyak a férfi iránt, úgyhogy egy ilyen szokatlan szerep volt, meg hát főszerep volt, úgyhogy élveztem nagyon. Aztán a következő a Years and Years, vagyis Évek alatt, ez a magyar címe, ez szintén egy HBO-gós sorozat, és nagyon érdekes maga a sorozat, úgyhogy hogyha nem is miattam, vagy nem is magyarul, de angolul nézzétek meg, de azért magyarul nézzétek meg inkább, na mindegy, szóval, hogy nézzétek meg bármilyen nyelven is, mert nagyon érdekes, egy ilyen jövőképet mutat be, ami realisztikus, de elég ijesztő. Az én szereplőm például rájött, hogy ő transhumán, ami azt jelenti, hogy azt, hogy van teste, azt úgy nem érezte magáénak. Szóval a gondolatait, meg a lelkét, mint információ fel akarta tölteni a felhőbe, és a testét meg csak úgy elhagyni, mert úgy érezte, hogy ez nem része a lényének. Szóval az én szereplőm az ilyen volt, és egyébként az egész környezet, meg az egész világ, amiben játszódott ez a sorozat, az nagyon technológiailag fejlett volt és futurisztikus, de úgy, hogy úgy el tudtad képzelni, hogy hát igen, lehet, hogy ugye most vagyunk 2020-ban, és lehet, hogy tényleg 2030-ban ilyen lesz a világ. Benne van konkrétan, hogy Magyarország melyik évben megy teljesen csődbe, meg mindegy, nem mondok róla többet, hanem nézzétek meg, szerintem barom jó sorozat, ez is csak egy ilyen kis 6 részes minisorozat. Akkor még egy olyan sorozat jutott eszembe, ahol egy kicsit fiatalabb kislány voltam, az az L.A.'s Finest, aminek nem tudom, hogy mi a magyar címe. Ebben Isabel voltam, aki egy nagyon lázadó tini, szerintem ő fiatalabb, mint 20 éves, és ezt azért akarom megemlíteni, mert neki volt egy olyan jelenete, amiről én nem tudtam, hogy ez lesz, szóval így, ahogy szinkronizálunk, megyünk sorra a szerepen, a tekercseken, és akkor általában felvételben megyünk, és hogyha elrontunk valamit, akkor vesszük újra, de nincsen próba, meg így nem tudom előre, hogy mi fog történni, és volt egy olyan jelenet, amikor a főszereplővel állnak egy autó mellett, és látszik a csajon, hogy éppen kb. Idegösszeomlása van, mert annyira feszíti már belülről, ami történt vele, most nem fogom elmondani, hogy mi, és azt találják ki, hogy akkor ő most ordítsa ki magából a bánatát, és így a lelke mélyéről hatolóan így mindent kiüvölt ebben a tekercsben, és úristen, én nem tudtam, hogy ez jön, és így ilyen nagyon... Hogy is mondjam, szóval, hogy ez így megrázza az embert, meg amikor így ösztönszerűen kell, hogy így előtörjön az emberből egy ilyen mély érzelem, azért, mert látja, hogy úristen, most ez fog következni ebben a jelenetben, és akkor így úgy jöttem ki utána a stúdióból, hogy egy kicsit így rázott a hideg, és az ilyen jelenetek, meg amikor ilyen nagyívű szerepeket játszik az ember, az azért szuper, mert így a hétköznapokból valahogy így kiránt, és így ad neki egy fűszert, akár boldog, akár nagyon tragikus, vagy... Szóval, hogyha bármilyen nagy érzelmű dolog történik, akkor az így, nem tudom, egy kicsit így megváltoztatja az embernek a... Ez az így a napját, meg így a tudatállapotát. És talán ezért is nagyon szeretem az ilyen melankolikus szerepeket, például a Poldarkban Morvena vagyok, aki nagyon sokat szenved, és őt tényleg így kínozzák, nem feltétlenül fizikailag, de akár fizikailag is, és amikor ilyen halkan és ilyen érzékenyen kell érzéseket megjeleníteni hangban, akkor az ilyen, hát ilyen lelki munka, és én ezt élvezem. Aztán egyszer volt olyan, hogy más szempontból kellett nagyon lelki munkát végezni szinkron közben, ugyanis az egyik videómban mostanában beszéltem arról, hogy találtam egy ilyen nagyon, nagyon sérült macskát egyik reggel, amikor mentem stúdióba, és elvittem az állatorvoshoz, és utána nem lehetett tudni, hogy el kell-e altatni, vagy mi lesz vele, és ilyen nagyon-nagyon-nagyon zaklatott állapotban voltam. És akkor pont egy ilyen 2,5 órás diszpóra mentem egy rajzfilmbe, amit egyébként nagyon szeretek, és rengeteget vettünk belőle. Az a címe, hogy Achoo, vagyis Hapci, de még nem jött ki. Rákerestem Google-on, és nem találtam még rá találatot, de rengeteg részt felvettünk már belőle. Na és nagyon nagy kihívás volt akkor ilyen rajzfilmes, boldog, ilyen magas energiájú dolgot szinkronizálni, úgy, hogy közben úristen, nagyon aggódtam a cica miatt. De végül is mindenkit megnyugtatok, hogy jól van a cica, azóta a gazdikat is megtaláltuk, és küldenek róla mindig képet, és már így hízik, meg egyre egészségesebb, úgyhogy happy end lett a vége, meg a szinkron is sikerült, csak néha tényleg úristen, azért, mert az ember hanggal játszik, tényleg nagyon lehet érezni, hogyha valaki csak technikából csinálja, meg hogyha beleteszi a lelkét, szóval ez tényleg egy ilyen egy színész munka. És vannak olyan helyzetek, amikor ez nagyon nehéz. Vagy azért, mert te vagy más állapotban, mint amit játszanod kell, vagy azért, mert a szereplődet éri olyasmi. Most például a 13-okon voltban a Jessica tragédiájáról jutott ez eszembe, hogy azt is úgy el kell játszani, hogy belerakod magad, és az nem mindig könnyű. Na de egyébként ezt a macskás dolgot leszámítva, ezt a Hapci nevű sorozatot is nagyon-nagyon szeretem. Ilyen picike részek. Egyébként a Berkes Bence a főszereplő, aki rom volt a Harry Potterben, úgyhogy tök vicces. És az a sztori, hogy amikor hapcizik, akkor átváltozik egy állattá. És már felvettünk ebből, nem tudom, vagy 100 részt, minden részben legalább 2-3-szor hapcizik, úgyhogy nem tudom, már ilyen 200-300 különböző állattá változott át. Hát az én szereplőm az mindig ember marad, úgyhogy egy kicsit kevésbé izgalmas, de az én szereplőm az, aki ilyen nagyon okoskodó, és mindig tudja, hogy na ez most milyen állat, és ilyen nagyon, hát ugye 200-300 állatból már tényleg ilyen különlegesek is vannak. Úgyhogy ezt is tök jó csinálni, mert mindig más történik. Na, a mostani videóban egy kicsit sokat beszéltem, de így is ugye ebben az évben tényleg rengeteg munka volt. Most így tudom, hogy kimaradt egy csomó minden, de nem akarom a videót másfél órásra. Hogyha mostanában hallottatok valamiben, amiben így felismertétek a hangomat, akkor írjátok meg kommentben, lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, kövessetek Instán és Twitteren, ahol Sluc néven találtok, és jövő héten talán találkozunk. Sziasztok!